Basájev irányítja a sorfalat, hogy hova álljon. Mi pedig közelebb visszük egy picivel a labdát. Erre fel a sorfal is közelebb jön. Pásztor. Gól! De micsoda gól! Második perc. A Békés Csabaiak játékmestere neki szalad, és elcsavarja a sorfal fölött, nem lehet védeni. Csongrádi szerzett labdát, Pásztor. Tóth József jön föl. Törőcsik. Nyilasi, gólhelyzet, Nyilasi! Beszálljad végre. Szulák Velidze. Beszanov. Garaba. Elveszítjük a labdát, Blohin. Kacirc, mit védett? De egyben legyen ez intőjel is. Blohin egy szemvillanás alatt, de ragad a labda a pécsi kapushoz. Nyilasi. Gavrilov. Blohin. Hűha, Blohin egyvelül szólóban, Blohin még. Garaba megy utána, Blohin. Kacirc, mit védett? Bravo Béla! Egy indítás, Kocsis szabálytalankodni sem tud. Garaba rohan, hogy utolérje Blohint, aki elpuskázza. Burják. Öt támadó, három védő, ezt tessék nézni. Csivadze. Blohin lép ki, Blohin jobb lábán a labda, belövi. Persze, hogy belövi. Most már ezt ő sem hagyhatja ki. Öt támadó jött és három védő. Így leragadtunk elől. 1-1. Tessék nézni, csak három védő. Csivadze kiválaszthatja, akit kell. Nincs les, és Blohin ezúttal már jobbal is belövi. Csivadze. Higgyatullin. Burjak. Szép levétel, és elvesztjük a labdát. Csivadze! Gól! Potya gól! Az újonnan beállt Kutit szerelik, Csivadze belövi. 2-1 a szovjetek javára. Ezt kigondolta volna. Rossz labda levétel, elpattan Csivadze. Kacirc is elég rossz szögben van, és szépen belövi. Törőcsik. Csivadze kíséri. És szereli is, úgy, hogy a labdát sem rúgja el vaktában. Hely, ez az a gyorsaság, amit mondok. Beszonov. Blohin, Kocsis mellett. Blohin, belül a 16-oson, bent középen. Hely, Kacit kifogja! Gavrilov, Andrejev. Na kérem, na kérem. Hát, mit szólhatunk ehhez? Mit szólhatunk ehhez? Kinek köszönjük meg? Elsősorban Kacirznak azért, de aztán Gavrilovnak és Andrejevnek is. Burcsa. Pásztor! Tóth József is átmegy a másik oldalra, és ő is lövi. Kapufa! Remek volt a szög, jó a lövés. Pásztor. Kuti. Kereki. Beszájev. De szépen csinálta Kereki Zoli. Határozottan fölényben vagyunk, helyzetünk is van most. Egy Tóth kapufa és ez. Pásztor.
Búrják, Andrejev és Kocsis. Andrejev, Gavrilov, micsoda labdát kap, begyalogolhatna vele. Blohin, Blohin elkényelmeskedik. Jó van, megnyugodtam, ahogy átvette már a labdát. De nagy szerencsénk van. Már Gavrilov bevihette volna, Blohin pedig olyan lezser, úgy veszi le a labdát, hogy utána csak kihagyni lehet. 10 perc van még a mérkőzésből. Bessonov indít végül egész jól. Oganessian hosszúnak tűnik. Oganessian középre, gól! Gól, Burjak! 3-1! És nem túlzok, ha azt mondom, hogy elkerülhető gól lett volna. Ez a hosszú készülődés elaltat minket. Oganessian teljesen tisztán veheti át a labdát, és két csatár is bent. Vagy két szovjet, Burjak belövi. Nyilasi mellett tovább, Rodionov, Blohin perdít, Gavrilov, Rodionov az újonc, belövi, 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 most állt be és belövi, 4-1. Kap egy pöccintést és beemeli Kacérc fölött, aki tehetetlen. Hát ezt kigondolta volna.